Viszont kíváncsi vagyok, hogy ebben a nagy rohanásban például tudsz-e annyira figyelni arra a sok partnerre, akivel játszol a filmekben meg a színházban, hogy felismered-e őket. Úgyhogy most egy kis játék következik, méghozzá úgy, hogy először is kapsz egy kis ajándékot, kérlek bontsd ki. Ne félj tőle, nem ugrik ki belőle, bontsd ki. Elárulom neked, hogy ez egy offline VR szemüveg, vagyis egy alvó maszk tulajdonképpen. És azt szeretném kérni, hogy tedd föl úgy, hogy ne láss ki alóla. A játék ugyanis a következő lesz. Szeretnétek látni? Teljesen mindegy, amit ránk bízol. Szóval vedd fel ezt a szemkötőt, mert egy olyan játékot játszunk, hogy fel kell ismerned férfiakat, akiknek sok köze van hozzá, természetesen színházi és egyéb értelemben is, pusztán úgy, hogy az arcukat érintheted meg. Úgyhogy... Itt vannak? Nyilvánvalóan meg kell őket tapogatni, mert addigra behozzuk. Ha most lennél olyan kedves fölvenni végre azt a rohadt cuccot, amit odaadtam neked, akkor el tudnánk kezdeni a játékot. Jó, én oda foglak vezetni téged, jó? Add bal kezedet kérem szépen, és lassan megyünk, mert ki kell kerülnünk egyrészt a gitárt, amit ide okosan beraktunk. Nagyon cikke, ha nem sikerül. Ne lessél. Nem szabad leesni. Hogy cikke, hát ez attól függ. Figyelj, és tudod, csak országos helyzetről van szó. No, kérem szépen, itt ül előtted az egyik partnered, azt el kell mondjam még, miért tapogatni kezdesz, hogy mindenki bizonyos értelemben a férjed valamilyen típusú eddigi együttműködésekben, akár filmben, akár színdarabban, és nem segítek többet. Itt van az első, nyújtsd ki a kezed, és csak az arcra megyünk, jó? Mellizmot meg egyebet nem simogatunk. De én onnan ismerem őket, igaz. Ki lehet ő? Nem a férjem. Nem tudom, de most szeretnék a helyébe lenni. Ő az Áron? Hát majd meglátjuk a végén, gyere, többen vannak. Nem tudom, lehet, hogy az Áron nem szakállas volt. Lehet, hogy az Áron nem tudod, hogy szakállas az Áron, vagy nem? Hát, hogy most? Ez egy szakállas vicc volt. Figyelj, most se lesz sokkal, nyújtsd ki a kezed előre, légy szíves, előre fölfele, igen, kicsit menj közelebb, parancsolj. És szakállas. Ő nagyobb. Jaj, ez a barna. Hát ezt a hajat. Ezt még vakon is érezni, ezt a szint, hogy ő a barna? Igen. Jó, meglátjuk, gyere. Nincs még egyáltalán vége a játéknak. Bocsáss meg, nyújtsd ki légy szíves a kezedet előre, finoman, nehogy fejbe vágd. Szegény. Divat a szakáll mostanában. A francba mi? Van jelentőségeként annak, hogy kire mit mondasz, szerintem, hogy ki kicsoda lehet. Kire tippelsz? Van haja. Van haja. Kopasz nem hoztunk. Nem tudom, lefagytam. Azt tudom, miket játszom. Hát az élet is nagy játék, tudod. Jó, akkor ezt most buktad, de nem tudom, mi lesz majd később a magánéletetek, és akkor gyere, itt van egy negyedik, egy kicsit lépj el. Semmi, igen. Nyújtsd ki, légy szíves előre a kezedet. Ez nagyon csupasz. Van rajta egy ilyen. Ja, mert fog beszélni? Vagy... Nem már! Te vagy? Te vagy az Jenő. Jaj, te vagy az Jenő. Leveheted Rozikán, de nyugodtan tapsoljuk meg, mert így tapogatni kell. Gyere vissza. Tehát azért mondjuk gyorsan el. Molnár Áron, akivel egy kis filmben játszottál együtt, az volt a férjed, barátod. Bányai Kelemen Barna, akivel a Futimenten című filmben játszol, ő a férjed. És itt az igazi. Akit nem ismer. Ne haragudjál, de a csupasznak nem jár semmi. Hát te vagy.